30 éves a Dombóvári Szívklub. A jubileumi ünnepséget a Városművelődési Házában rendezték meg, ahol a 30 év rövid összefoglalása után egy kis fogadással várták a vendégeket. 30 évvel ezelőtt indult el a Szívklub, és az volt az indítatás, hogy vizsgálat közben nincs idő arra, hogy a betegekkel hosszabb ideig beszélgessünk el, mondjuk, hogy mi az oka a betegségnek, és úgy gondoltam, hogy ilyen célból érdemes lenne létrehozni egy klubot, ahol kötetlen körülmények között lehet megbeszélni ezeket a dolgokat, felhívni bizonyos dolgokra a figyelmet, megelőzésre, egyebekre, és végül is így indultunk, hát olyan 8-10 fővel indultunk, most jelenleg 60 fő tagja van az egyesületnek. A rendezvényen Dombóvár polgármestere Pintér Szilárd is részt vett. A város első embere elmondta, mekkora szükség van a Szívklubra és a hozzá hasonló civil szervezetekre egy városnak. Minden civil szervezet nagyon fontos a város számára, de közülük is kiemelkedik a Szívklub Egyesület, akik az idén ünneplik fennállások 30. évfordulóját. Azt gondolom, hogy az a feladat, amelyet ők felvállaltak ezelőtt 30 évvel, az nagyon nemes, és azt is gondolom, hogy ők ezt nagyon sikeresen teszik, mert ez a civil szervezet, amely 30 éve működik, és ilyen széleskörű tagságot tudhat magamot, mint ők, az azt gondolom egy nagyon jól működő civil szervezet. A Dombóvári Szívklub rendezvényén a köszöntőket egy kisebb állófogadás, majd egy bál követte. A vidám ünnepségen a vendégek együtt mulatták az időt, ünnepelték a szívegészség terjesztéséért dolgozó egyesület 30 éves munkáját.